Szia, miniszterelnök úr! Szia! Megint gyűjtöttem neked ilyen videókat. A kávé, igen. Hogy az embert látod, mert meg se kínálják. Látod, mi ilyenek? Neked kellett kérned. Na, ilyenek. Na, a maszk használat, hogy ugye, hogy azt kérdezték többen, hogy minek a maszk, hogyha van ez az éjszakai kijárási tilalom, meg hogyha a maszk ugye megvéd, akkor minek a tilalom, ugye? Hogyha meg nem véd meg, akkor meg minek hordani. Szóval, na igen, ezt nem értik sokat. Meg sokan mondják, hogy kéne ez az idősebb mégis, mert hogy ez ugye tavasszal volt, és hogy állítólag jó is volt, mert hogy ugye, hogy kevés volt a fertőzött, most meg ugye sok, mert ugye mindenki megy mindenhova, akármikor, és hogy ugye, hát ez így nem jó, mert egyre több a fertőzött, meg a halott, meg hogy ugye sokan mondják, hogy a fiatalok így ugye nem tudnak éjjel hazamenni, hogyha egymásnál buliznak, mert hát buliznak, tudjuk, és hogy ott dolbézolnak egymásnál hajnalig, és hogy ugye, hogy ez sokakat zavar, meg a szomszédokat, és hogy így ugye nem tudnak mit csinálni, mert hogy nem tudnak hazamenni, és ugye ott alvos a buli. Na, ja, bocsi, csak közben puskázok, bár még néha a saját írásomat sem bírom elolvasni. Mit írtam ide? Ja, hogy ugye, hogy a vírust ezt ugye külföldről hoztam be, azok, akik külföldről jöttek vissza Magyarországra, és hogy ugye, hogy ezt a határzárat, ezt meg kéne csinálnotok, ezt írták többen, hogy teljesen a határt lezárni, mert most elvileg nincs lezárva. Én nem tudom, mert nem voltam, de mondják többen, hogy simán át lehet jönni. És hogy csak a kamionokat, amik élelmiszert, meg ilyeneket szállítanak, azokat kellene átengedni. Igen, mert hogy ugye, hogy a maszk viselés, hogy ugye, hogy hát ezt nagyon sokan nem szereti. Tudom, igen, hogy te sem, csak hogy ugye, hogy hát hogyha tavasszal jó volt a kézmosás, meg a fertőtlenítés, és hogy az utcán nem kellett maszk, csak hogyha bementünk a boltba, akkor most miért kell az utcán maszk? Szóval, hogy most azt nem értük, hogy miért nem elég a kézmosás, meg a fertőtlenítés. A boltokban egyébként csak a kanizsai DM-ben láttam, hogy a kosarakat fertőtlenítik, máshol nem sajnos. Pedig szerintem, hogyha tennének ki fertőtlenítőt, meg hogyha mosnák rendesen a kosarakat, a vásárlók után, akkor szerintem ezt így meg lehetne oldani, hogy nem kéne ez a maszk, mert hogy ezzel mindenkinek baja van, meg hogy még azt akarom mondani, hogy ez az EU-s költségvetés, nekem jó, nem vagyok EU jogász, de hogy mi a blúbánad van vele, mert ugye, hogyha valamit van, elfogadtatok júliusban, mert hát ugye elfogadtátok, hogy ugye megegyeztetek róla, akkor miért kell most ugye megint vitát nyitni róla, mert hogy ugye hozzád enni, vagy elvenni, vagy mit tudom én, mit csinálszak. Szóval, hogyha valami, hogy már megvan, megegyeztetek, akkor erről miért kell megint vita? Na, mert szia, majd még...